A történészek és régészek számára mindig komoly problémát jelentett az olyan népek és korszakok kutatása, melyek nem rendelkeznek írott forrásokkal, tárgyi kultúrájukról alkotott ismereteink pedig hiányosak. Ebben jelenthet segítséget a DNS kutatásával foglalkozó tudományág, a genetika. A genomról azt lehet tudni, hogy mivel ez egy nyelv, tehát betűkből, ABC-ből áll, az a DNS egy négy betűs ABC-ből áll, tehát A, T, G, C, ez a négy betű, és ennek a kombinációja adja ki az összes élőlénynek a felépülési utasítását. A baktériumoktól az emlősökig az élővilág minden elemét leíró nyelvből a legnagyobb érdeklődésre az embert ad számot. Előadásában a hódmezővásárhelyi származású sejtbiológus olyan kérdésekre kereste a választ, mint hogy honnan jöttünk és merre tartunk. Rudabányától egészen Makóig idáig, napjainkig. Tehát ezen az úton 12-13 millió év telt el, és igazából lehet, hogy nem jöttünk mi sehonnan sem, hanem hangfoglalás útján jutottunk mi a Kárpát-medencébe, és nem honfoglalás útján. Egyszerűbb, közérthető példát is hozott a genetikus. Egyetlen egy emberi fogból meg lehet állapítani, milyen színű volt az illető szeme, haja, és még számos egyéb tulajdonságra is fény derülhet.